pálinka minősítő és zsűri tagok nevében, és ahogy elhangzott, kezdjük a zsűri bemutatásával. Ugye megszokhatták már, hogy külön értékeljük a szilvapálinkát és külön értékeljük az egyéb gyümölcs pálinkákat, és szilvapálinkából idén 40 nevezés érkezett, azt egy háromfő zsűri lazán elvégezte. Rafael János falugazdászunk vezetésével, munkáját segítette Göncz Gábor, és a Csabai Pálinkaháztól pedig Szűcs Dávid, ő már közben haza, neki már el kellett mennie. És akkor a egyéb gyümölcspálinkákra 109 nevezés érkezett, a Műtonnal nagyon szép teljesítmény, ezt két zsűri végezte el. Hagyományosan kétfelé osztjuk, az egyik zsűri értékeli a baraszkot, a birset, a cseresznyét, a medgyet, én nem is tudom, mi volt nálunk, már elfelejtettem, a másik pedig az összes többit. Úgyhogy a két zsűrit is szólítanám, Lingauer János az egyik zsűri vezetője, munkáját segítette Laurinc László, ő is elment, és Mihály László, te viszont itt vagy, a Békéscsabai Pálinkaház minősített minősítője, mondhatom így, ugye? Pálinka klub elnöke, úgyhogy nem akárkit minősítettek. A másik zsűribe pedig helyet foglal Pályán József. Nem tudom, hogy a női zsűritagunk Pálus Anikó magához térte is itt van-e, hiszen most már az előző óta őt is bevettük a csapatba. Anikó nagyon finom pálinkákat főzött, és igazi mestere. Olaszországban egy vendégünk, Antiga Andrea, és végül, de utolsó sorban én gyengítettem a zsűri munkáját még ebben a csapatban, úgyhogy köszönöm. Egy élmény volt a pálinka minősítés, mint mindig ebben az esztendőben is, hagyd mondjam el. Hagyományosan Szarvason a pálinka minősítés úgy történik, hogy három dolgot vizsgálunk. Az illatot, az ízt és a harmóniát. Az illatot kétfelé osztjuk, nézzük a tisztaságát és a fajtára való jellegzetességét. A íznél ugyanezt, nézzük a tisztaságát és a jellegét. És végül van a harmónia, amiben összevetjük az íz és az illat harmóniáját. Meg minden más egyebet, például karcol a pálinka, hogy csúszik a pálinka, hogy érzi magát a zsűri a pálinka kóstolás közepette. Ezzel 20 pontot lehet elérni, azt szeretném elmondani önöknek, és nagyon szigorú a pontozásunk, hiszen a 18-19-20 pontos pálinka lehet aranyérmes, 16-tól 18-ig ezüst, és 14-től 16-ig vannak a bronzérmesek, aki 14 alatt szerez pontot, az sajnos nem ilyen minősítést. Azt is szeretném elmondani, hogy a Békéscsabai Pálinkaház, hol vagy Aci, Békéscsabai pálinkaházasoknak a javaslatára az elmúlt évtől vizsgáljuk azt is, hogy a pálinka vajon bérfőzésben készült, vagy saját főzésben. Ez azért fontos, mert ugye, ahogy elhangzott, általában hárman vagyunk a zsűribe, és ha átlagoljuk ezeket a pontokat, nem mindig egészen jön ki. Ebben az esetben, ha a saját főzési pálinkáról van szó, akkor mindig fölfele kerekítünk, hiszen elismerjük azt a munkát, amit a pálinkafőző maga tett bele ebbe a termékbe, hogy még a kifőzés veszedelmeit is ő vállalta föl. Amennyiben bérfőzés van, akkor általában lefele kerekítünk, hiszen a bérfőzéseket is próbáljuk arra késztetni, hogy minél jobb munkát végezzenek el. Azt is szeretném elmondani, de majd előre János egy kicsit többet fog beszélni, hogy most már lassan 10 éve együtt van ez a csapat, aki bírálja ezt a pálinkát. János már 20 éve itt van, úgyhogy neki nagyon sok tapasztalata van, és azt tapasztaljuk, hogy évről évre egyre több jó minőségű pálinka érkezik a bírálatra. Ezt fogják a mai nap is tapasztalni, hiszen például az egyéb gyümölcs pálinkák között rengeteg aranyérmes pálinka lett. Szintén az elmúlt év tapasztalata, és hogy mondjam el önnek, hogy újdonság ebben az évben, hogy korábban csak a szilvapálinkák tekintetében volt egy serleg, ami vándor serleg volt, viszont az elmúlt évben a zsűri javaslatára, a Csabaiak kezdeményezésére és János kezdeményezésére is úgy döntött Szarvasváros önkormányzata és a rendező szervezet teátrum, hogy az egyéb gyümölcspálinkáknál is elindítunk egy vándorkupát, az egyéb gyümölcspálinkák közé is mindig kiválasztjuk azt a leges legjobbat, ami tényleg aztán a full extrás és mindenben üti az összes többi pálinkát.
nem rabolnám tovább az idejüket. Lindóra János barátunk kérte, hogy szeretne egy pár szót ő is mondani az elmúlt évek eredményeiről, rossz hasonlításképpen teljesítményről, mert az értékelő lapokat évek hosszú sorában őrizzük és visszanézzük őket. János, parancsolj! Köszönöm szépen, jó estét kívánok! Nem akarom hosszúra nyújtani, az idei évről a következőket mondanám. Sokat morogtam tavaly előtt, hogy ne tessék rossz pálinkát idehozni. Nem hiszem, hogy valaki úgy gondolja, hogy ő azzal legitimálja a főzetét, hogy benevezi a zsűribe és indítja a szarvasi versenyt. Ebben az évben igen nagy örömünkre szolgál, hogy az arányokat tekintve javult a dolog. Abban a zsűri részben, amiben tehát egy saját papíromból dolgozom, abban a zsűri részben, amiben én ténykedtem, 49 pár lesz volt. 10 órakor leültünk, nemrég hagytuk abba a dolgokat, 49 pálinkából 29 érmes volt. Ez nagyon szép. Az elmúlt évekhez képest ez nagyon szép. Mégpedig úgy nézett ki, hogy aranyérmes volt 10, ezüstérmes volt 10, és bronzérmes volt 9. Ez mindenképpen fejlődés. Ugye a polgármester úr említette, hogy szóba került tavaly előtt, hogy meg kéne kérdezni a versenyzőket, hogy milyen anyagot hoznak. Én megvallom, hogy féltem, mert a magyar embertől megkérdezik azt, hogy saját gyümölcs, saját szepre, vett gyümölcs, más cefrészte, saját főzés, bérfőzés, rögtön az lesz benne, hogy ajjajjajjaj, itt az apek van, vagy itt valami nem stimmel, nem biztos, hogy kéne erre válaszolni. Nagyon tisztességes válaszok érkeztek, és én megcsináltam a 18-as és 17-es évnek a statisztikáját ennek alapján, és a következő, ugyanis kíváncsi voltunk arra, hogy látszik-e tendencia, hogy mondjuk a bérfőzők pálinkák jobbak, vagy az otthon főzött pálinkák jobbak. És oda jutottam, hogy nincsen különösebb tendencia. 2017-ben a 77 nevezett pálinkából 37 érmes volt. Ebből 13 arany, 12 ezüst, 12 bronz. És ez úgy oszlott meg, hogy a 13 aranyból 8 saját főzés, 5 vér, 12 ezüstből 4 saját, 8 vérfőzés, 12 bronzból 5 saját, 7 vérfőzés. Tehát az összes pálinkából ugye 46% volt a díjazott pálinkákból, 46% volt saját főzés és 54%. De mondhatjuk, hogy nagyjából a fele-fele volt ugye a bérfőzött vagy az otthoni főzés. Tavaly 93 nevezésből volt 11 arany, 20 ezüst, 21 bronz. Tehát összesen volt 52 pálinka. Ez azt jelenti, hogy a nevezett pálászoknak 55,9%-a volt érmes. Az érmesek közül, az 52 érmes közül 18 saját, 34 bérfőzött. Megint azt mondom, hogy nem tudtuk eldönteni, hogy most otthon vagy a bérfőzdében. Volt tavaly érdekes dolog, az ezrői hitetés után egy fiatal ember idejött hozzám, és azt mondja nekem, hogy miért nem lett az én írsai pálinkám aranyér, ezüstöt kapott? Miért nem lettem én aranyérmes? Hát mondom, hogy nincs nálam a nevezőlap, tehát nem tudom megmondani, hogy éppen melyik számú pálinka volt az őjét, de mondta, hogy hát mert úgy gondolt, hogy ez aranyérmes lesz, tehát mondta a számot és beugrott, hogy ez egy nagyon friss pálinka volt, idei volt, pontosabban tavaly. Tehát ugye szeptemberben hozta egy hónappal ezelőtt megfőzött írsaiját, ez még nyers volt, finom volt, mondtuk, hogy tedd el öreg egy évre, és hozd el jövőre. Nem érdemes 2-3 hetes pálinkára belevezni, mert hát az még nem olyan, ezt aki főz, azt tudja. Na most, nagyon érdekes volt, tavaly csináltam megnéztem azt, hogy a díjnyertes pálinkák azok hogy néznek ki, már csak azért is, mert volt olyan, ez is egy tendencia, hogy ugrok egyet, hogy én mindig azt hittem, hogy ez, hogy pálinka, ez a korombeli öreg uraknak a témája,
és rájöttem, hogy kezdenek ifjú hölgyek megjelenni, nagyon finom pálinkákat csinálnak. És ennek nagyon örülök, mert miért ne, ahol nem beszél, hogy a hölgyek többnyire azért, hogy jól ízlelnek, jól szagolnak, úgyhogy jó érzék van hozzá. És akkor megnéztem, hogy lássuk, hogy néznek ki azok az emberek, akik érmeket gyűjtöttek, mert csak azért is, mert tavernők idejött hozzám egy hölgy a végén, és azt mondja, hogy én ezüstérmes lettem a történetben. De én aranyérmes szeretnék lenni, mit csináljak? Én nem vagyok közömester, én tudok virálni, azt hiszem, hogy ahhoz értek, elég nagy gyakorlatom van benne, de az, hogy főzett, hova viszi, az egy más dolog. És akkor azt mondtam neki, hogy tessék megkeresni azokat az embereket, akik főznek, vagy azt, akik főzetnek, és megkérdezni, hogy hol főzetnek. Ugyanis tragédiának tartom azt, hogy bérfőzetett pálinkák okolian, rossz minőségben, előpárlatosan, utópárlatosan kerülnek az asztalra. Ez egy egyértelmű szakmai hiba, ezt a főzdésnek nem szabadna egy előpárlatos pálinkát kiadni. Szóval azt mondtam, hogy na lássunk egy-két embert, nyilván neveket nem mondok, mert senki nem hatalmazott föl rá, de volt olyan tavaly, hogy 5 pálinka, ebből 4 érmes volt, bérfőzetett. Volt egy másik úr, aki most is úgy emlékszem a nevekre, hogy erősen itt van, 7 pálinkával nevezett, 1 arany, 2 ezüst, 3 bronz, saját főzés. Volt egy másik úr, 4 pálinkával nevezett, 2 arany, 2 ezüst, bérfőzött. Volt egy hölgy, 3 pálinkával nevezett, 1 ezüst, 1 bronz, bérfőzött. Tehát meg lehet találni azokat a bérfőzdéket, ahol tisztességesen csinálják, illetve tessék megkeresni azokat az otthon főző embereket, hogyha valaki erre kíváncsi, hogy tud ő aranyérmet csinálni az ezüstérmes helyet, és akkor megkérdezni tőle, hogy hogyan csinálja. Én minden esetre nagyon örülök annak, hogy ebben az évben az arányokat tekintve lényegesen jobb volt a felhozatal, mint tavaly és tavaly előtt. 10 órakor ültünk le, nemrég jöttünk föl, kemény férfi munka volt végkosztva, hogy ezeket, de sok olyan pálinka volt, ami nagy örömünket szolgál. Köszönöm a figyelmet! És akkor megkérem a zsűritagokat, hogy ne menjenek el, mert az a lánynak, hogy nyugodtan mellé még. Eddig ültünk ugye a minősítés közepette, most végig kell állnunk ezt az egy órát, még kitartást. És akkor köszönöm szépen a segítséget. És akkor mondanánk az eredményeket, a pálinkákat már visszaadtuk, úgyhogy gyakorlatilag csak az következik, hogy mikor készült, milyen pálinka és ki volt a elkövetője. Egyéb gyümölcspálinkákkal kezdünk hagyományhoz híven. Bronzérmes lett Arócai József úr 2019-ben főzött cukorkörte pálinkája, és Parolcai József úr 2018-ban főzött starting alma pálinkája. Gratulálunk! És kérlek, fogad a zsűri gratulációját, hiszen minden egyes ilyen finom pálinka érmény a zsűri tagoknak. Bronzérmes lett Pósa Zsolt 2019-ben elkészített barack pálinkája, gratulálunk! Sok pálinkát kapunk a következő embertől minden esztendőben, nagy örömünkre. Gyulai László 2019-ben készült barack pálinkája is bronzérmes, gratulálunk! Szintén bronzérmeset ebben az esztendőben Tóth József 2017-ben főzött pölöskei muskotány pálinkája. Gratulálunk! Egyébként hagyd mondjam el, hogy Lindauer Jánosség zsűrje mindig az ilyen pikáns pálinkákat minősíti, mint ananász, paradicsom, mangó, narancs, sütőtök, nem is tudom, miket mondjak még, amiből pálinkát készítem. Párlat, igen, köszönöm, Laci, hogy kérdöttél párlat, mert ebben az évben aztán minden volt, de majd fogják még hallani. Minden, amit gyümölcsről vagy bogyós növényből tud készülni. Erről, most hát eszembe jut egy vicc, amikor hazamegy a gyerek a főiskolás, gyerek a főiskolára a hétvégére,
és akkor a édesanyámnek ez egy kis ilyen, levágtam két csirkét, mit főzek belőle? Pálinkát, anyukám, pálinkát. Úgyhogy... Abból is pálinkát van, mert csak gyümölcsből. Laci, fejezd be most. Jó, na bronzérmes lett, Körösinél Zara, már a Mária, bocsánat, Málna pálinkája, minden esztőnőre, ezt hozzám gratulálom. Következő versenyünk Ignác Tibor, több pálinkája is bronzérmes lett, méghozzá a 2018-ban főzött Málna pálinkája, a 2017-ben főzött sárga dinnye pálinkája, és a 2017-ben főzött Irsai Olivér pálinkája. Gratulálunk, Tibor! Odaadom a zsűrtagoknak a oklevelet, hogy mindenki a kezekkel javaslom. Még itt is van egy a... Még van egy? Rámos nem vagy. Én meg azért, mert én Elnök uram, megfogyatottam. Bronzérmes lett Lapatinszky Sándor, 2018-ban főzött szőlőpálinkája. Gratulálunk! Szintén bronzérmes lett Garai András, 2018-as barack pálinkája. Gratulálunk neki is! Szintén bronzérmes lett Kovács Imre, 2018-ban elkészített Birs pálinkája, neki is gratulálunk. És valóban így van, látod, én nekünk fiatal pálinka készítő mester van, szarvasárosában is következik. Gratulálunk. Szintén bronzérmes lett Silegesné, Bolla Szilvia, 2018-ban készített szőlőpálinkája. Gratulálunk! Artus Zoltán is több pálinkával szokott bennünket megörvendeztetni. Ebben az esztendőben kettő pálinkája és bronzérmes lett. Ez nem más, mint a 2018-as Eper pálinkája és a 2015-ös Fekete Régizli pálinkája. Gratulálunk neki is! Hát Balkis Zoltán. Dutőre átveszi helyette, parancsolján. És még egy, kérlek szépen, tolmácsold a zsűrőt. És végül, de nem utolsó sorban, utolsó bronzérmes pálinka az egyéb gyümölcs pálinkák kategóriában, Kis Ferenc, 2018-as Irsai Olivér pálinkája. Gratulálunk! És következik egyéb gyümölcs pálinkánál, kérem tisztelettel. Ezüstérmet nyert Hegedűs Csaba, 2018-as Birs pálinkája. Gratulálunk neki! Szinti ezüstérmes Budai Erzsébet, 2018-ban elkészített kökény pálinkája. Gratulálunk! Ebbe beletenni. Ne menjél messzire, már itt vagy, hiszen idősebb Dézsi László és ifjabb Dézsi László is rengeteg pálinkát nevezett ebben az esztendőben. Akkor nézzük, hány ezüstérmet sikerült begyűjteni. Idősebb Dézsi László 2018-as cseresznye pálinkája nyert ezüstérmet, illetve 2018-as húsosson pálinkája. Gratulálunk! És Dézsi Lászlónak pedig a 2019-es vadcseresznye,
a 2019-es mangó pállata, a 2019-es ananász pállata és a 2019-es dió likőrje is. Ez is tényleg nyert, úgyhogy ezt kérlek szépen, itt 6 darab a felületően. Gratulálunk! És aki tud pálinkát készíteni, az bármiből tud pálinkát készíteni, az ott lennek ezt bizonyítják. Azért csirkével ne nevezetek előtte, hogyha nem lesznek. Parancsoljon! Üljek egy zsíkségtekbe! Ezüstér megnyert Liska János, Árvai Zoltán 2018-as ásotthalmi Ottonen pálinkája. Gratulálom! Ezüstérmestert. Bényi Gábor 2018-as Irsai Olivér pálinkája, gratulálunk neki is. Köszönjük a nagyszerű nevet. Ezüstérmestert. Gyollai László következő kettő pálinkája, a 2018-as Szamóca és a 2018-as Írsa Jolivén. Gratulálom! Egy hölgy következik ismét, ezüstérmesek, Kőrösinél Zala Mária, full mint hárslevelű főzete. Gratulálom! Fogad létszeres a zsűri gratulációt. Budai Sándor is több pálinkával örvendőzte meg a zsűrit. Ezüstérmes lett a 2019. évi Újfehértói megye és a 2018. évi Bírs pálinkája. Gratulálom! Ignác Tibor is visszatérő versenyzője a szarvasi pálinka minősítésnek. Ebben az esztendőben kettő pálinkája nyert ezüstérmet, a 2017-ben főzött Csaba Gyöngye és a 2017-ben főzött Alma pálinkája is ezüstérmes. Tehát gratulálunk! Köszönöm! Köszönöm! Én örülök, mert nekem az a gyengén, és mindig küzdök a Johann Wagner, és jó volt a dal. Jó volt a dal. Jó is. Ezüstérmester Árvai Zoltán 2018-ban főzött sárga muskotáj pálinkája. Gratulálunk! Ezüstérmester 2018-ban főzött pálinkájával Lehocki Jánosné, és ez bizony Birsalmárból készült. Gratulálunk! Hova megyek? Sajnos mindenki rád kell. Mindenkiben? Fogadja ki a zsűrjel is. Nem csak popolzott lehet belőle. Ezüstérmester Major József 2018-ban főzött szőlőpálinkája. Gratulálunk neki is! Nem tudom, hogy itt van-e a potártyú, adom is, ha nem, akkor félrekeszünk természetesen. Tóth Mihály is több pálinkával örvendezhette meg a zsűri. Ebben az esztendőben ezüstérmet nyert a 2018. évben elkészített Bírs pálinkája és a 2018. évben elkészített őszi varasz pálinkája is. Gratulálom, Zoltán! Köszönjük szépen! Mind a kettő nálunk volt, egy élmény volt mind a kettő. Az
Én nem találkoztam az őszi barackkal, de nem találkoztam, megint. És akkor ez is térmestek ebben az eszendőben. Piasovszky Tibor 2018-ban lefőzött fekete ribizli pálinkája napjáról. Tibor is több pálinkával élvezhetünk minden évben, szerintem még fogjuk hallani nevét. Szintén ezüstérmesnek Kis Ferenc 2017-ben lefőzött birs pálinkája, gratulálunk! Hogy mondjam el, hogy ebben az esztendőben nagyon jó birs pálinkákkal neveztek, mint ahogy hallják, hiszen gyakorlatilag majd vérjékén. Szintén ezüstérmes Körösi Zara Mária 2018-ban elkészített Paradicsom pálinka, úgyhogy gratulálunk! Hatalmas tapsot! Mária is mindenből! Ebből pálinka! Pálinka, alkoholén! És végül, de utolsó sorban egyéb gyümölcs pálinkákkal ezüstérmestett Fábián István 2018-ban lefőzött alma pálinkája. István, hogy megnőtt a hajadat a délutánat, gratulálok! Én még ilyen szép szemek Istvánban láttam. Kérem a zsűri megtévesztését, hanyagolják, mert azt hiszik, hogy sokat ittam. És akkor következzenek az aranyérmesek, úgy gondolom ezt várja mindenki a legjobban. Akkor kezdjük. Aranyérmes lett ebben az esztendőben Budai Erzsébet 2019-ben lefőzött vad cseresznye pálinkája. Gratulálunk! Erzsének, hogy megférti a sorot. Egyre gyanúsabb az a... És akkor Dézsi László kérném tisztelte, hogy végig új ide hozzánk, hiszen van kettő pálinkája is, ami aranyérmes lett. 2019-ben lefőzött fekete ribizli, és a 2019-ben lefőzött sajmény. Gratulálunk! Ennek az oka... Sajmény nagyon jó volt. És még egy. Kaci, még egy. Szintén aranyérmes lett Parócai József 2018-ban elkészített birs pálinkája. Gratulálom! Szintén aranyérmes lett Benke Tamás 2018-ban elkészített cserszegi fűszeres pálinkája. Gratulálok! Benke Tamás klónra átviszi az oklevelet. Aranyérmes lett Tóth József 2018-ban lefőzött mely pálinkája. Gratulálok! Szintén aranyérmes lett Debreceni Jánosné 2019-ben elkészített nyári piros alma pálinkája. Szintén aranyérmes lett, amíg a zsűri tagok itt külön méltatják a pálinkát a kedves hölgynek. De mi is zsűriztétek? Gyollai László két pálinkával is kérem tisztelettel. 2019-ben elkészített Málna pálinkája, és a 2018-ban elkészített kis pálinkája. Köszönjük szépen, nagyon finom lehet, hogy Thank you.
kérném Budai Sándort is, fáradjon visszahozzánk, hiszen két pálinkájára is aranyérmestek, 2018 sárga vilmaskörbe, és szintén aranyérmestek Gyulai Gábor megypálinkája, az, amelyet 2018-ban készített el. Nagy kapcsolat neki. Gyulai Gábor, én nem tudom, hogy itt van-e. Te vagy Gyulai Gábor. Jaj, ez egy nagyon gyorsan látom. A mai világon tudom, hogy egyedik számot. Kicsit nehéz ezt, és neveket már megkülönböztetni. Szintén aranyérmes lett Árvai Zoltán 2018-ban elkészített ágyas dió pálinkája. Gratulálom. Szintén aranyérmes lett Csuhár János 2018-ban elkészített sárga muskotáj. Pálinkája, gratulálunk! Aranyérmes lett Makan János 2018-ban elkészített vörös szőlő pálinkája. Gratulálunk hozzá! Major József urat kérném tisztelettel, hiszen kettő pálinkája is aranyérmes lett. Az egyik a 2019-ben elkészített Gönczi Barack pálinka, a másik pedig a 2018-ban elkészített Birs pálinka. Mindkét pálinka nagyon kitűnő volt egyébként, szeretném elmondani. Tehát Major József, kérném tisztelettel, ezzel a késő átveszi helyekkel odaadom az akarokat. Nincs jó. Szintén aranyérmes lett a Mezővak Kft. Nevén benevezett 2018. évi Barack pálinka. Gratulálunk neki is. Ez az igazi meglepetés, nem lehet elég korán kezdeni, ugye? Gratulálunk. Minden bácsi szeretnek gratulálni, mert nem minden nap tapasztalunk ilyet. És aranyérmes lett Vivnyánszky Tamás 2018-as Vilmos Törte pálinkára. Na, leszállt a magas lóról ide közén most. És akkor következzenek azok a pálinkák, 6 pálinka volt, amit a két zsűri a legjobbak közé és a legjobbnak minősített. Ezt raktuk össze, és mindnyájan, akik ott voltunk, végigkorsoltunk, mindenki felállított egy sorrendet, és a sorrend alapján alakult ki a legjobb 6 pálinkában is az, hogy kivihetni haza az első alkalommal ezt a serleget. Mind 20 pontos, ezek a pálinkák mind maximumok voltak, a saját kategóriáikban a legtop szinten álló pálinkák voltak. Tűvel visszajöttünk itt a pálinka műsítés előtt, hogy tavaly az ő egyik pálinkája, a Verkénye pálinka volt, ami arra ösztönzött bennünket, hogy ebben az irányba elinduljunk. Mondta, hogy nevezzük el Piersoszki díjnak, de mondta, hogy ez túl nagy képű volt, úgyhogy meghagyték városi díjnak, ha nem haragszott Tibi. És hát egyébként ő is versenybe szállt, úgyhogy következik az utolsó a sorrendje. 6. lett Széphalmi Gyümölcstár Manufaktúra 2017-es Tokai Oszi Törpere. Fantasztikus pálinka. Aki tudja és teheti, kóstolja meg, amíg van belőle. Thank you.
kérem, fogad a szűrű gratulációit. Ötödik lett ebben a versengésben Suvár János 2018-as Birs pálinkája. És akkor negyedik lett Budai Sándor 2018 évi Helikon szöllő pálinkája. És akkor következnek a dobogósok. Harmadik helyezett lett Ignác Tibor 2018 évi Fekete Ribizli pálinkája. Gratulálunk hozzá! Gratulálunk, köszönjük szépen! És akkor második lett ebben a nemes versengésben. Elég szoros küzdelemben. Kicsit megosztott voltak a zsírtól. Elég sokat gyűrtük egymást, higgyék el, most azért lehet a Laci is. Többször átszámoltuk a pontokat. Mindent elkövettünk, hogy bocsánat, hogy kicsit nosztalgiázunk, csak tényleg nekünk is egy élmény volt ez. Szóval a második lett Piasonszki Tibor 2018 évi megpályunkája. Aki kiállt értem, mert ő mindent ötször átszámoltott. Mindent átszámoltunk. És akkor engedjék meg, hogy... hogy ez legyen az esküvő, szerintem ez... Eltűnt majdnem a serdek. Már annak örülök, hogy a végére. És akkor ebben az évben először kiadásra kerülő egyéb gyümölcspálinka serdeget óriási küzdelemben nyerte meg Budai Sándor 2018 évi Sárga Vilmos körte pálinkája. Gratulálunk! A serleget elvértek egy évre, jövőre vissza kell hozni, a nevet pedig fölkerül majd nem természetesen. És ha háromszor megnyeri valaki ezt a serleget, akkor hazavérti örökre. Ez a vándor serlegünk az alapja, hogy tudják. És akkor következnek a szilvapálinkák. Önz Gáborék egy pár gondolatot szeretnék ugyanúgy elmondani, mint ahogy Linga vagy János a gyümölcs pálinkákról. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Jó estét, jó napot kívánok a hölgyeim és uraim! Közel 10 éve itt vagyok önöknél, és örömmel jövök Kaposvároson, hogy megyéből, hiszen tudom azt, hogy itt mindig lelkes pálinka készítő barátok vannak, és évről évre a Szilva Bizottságban dolgozom. El kell, hogy mondjam, dr. Lingauer János barátom említette a statisztikákat, hogy évről évre náluk milyen fejlődés tapasztalható, örömmel hallgattam. Sajnos én úgy statisztikát nem készítettem, de valamelyest a fejemben vannak a számok, és sajnálattal kell, hogy mondjam, hogy a Szilva fronton visszaesés tapasztalható. Az elmúlt években közel 40-50 volt, amikor 60 minta is érkezett hozzánk, és talán az idei év volt, amikor hát remélhetőleg ez a mély pont, ez tovább nem lesz. Hiszen a 40 értékelt minősített pálinka közül 12 érmes pálinka született. Ez számomra egy kicsit most gyenge eredménynek tekintendő. Nagyon sok volt a minták közül elő- és utópárlatos. Ez legyen saját főzésű vagy bérfőzésű készítmény,
saját készítésünél ugye a gazdának kell odafigyelni, amikor az elválasztást, leválasztást végzi. Viszont amikor bérfőzésbe viszi, hogy sajnos a főzőmester ilyen készítményt ad át a gazdának, és ezért rengeteg pénzt fizet ki érte. A említett hibák sajnos próbáltuk egy kicsit enyhében hozzáállni, hogy egy kicsit a statisztikát javítsuk, de nem lehetett. Nem lehetett sajnos. Én gondolom azt, hogy mindenki lelkét, tudását beleadja a készítésbe, és higgyék el, nem mi vagyunk a rossz emberek. Mindhármunk nagyon régóta bírál, és tényleg azt mondom, hogy lelkismeretesen, fölkészülten végigkóstoltuk, végigellemeztük, de azokra a pálinkákra sem itt, sem más versenyen nem lehet érmet adni, hogyha előutópálatos vagy egyéb hibákkal rendelkező a pálinka. Én kívánom azt, hogy a lelkesedés az továbbra is fönnmaradjon, és jövőre a szilvák tekintetében egy kicsit szebb eredményeket tudjunk majd értékelni, elmondani, és ezt gondolom mindenki számára majd nagyobb megnyugvást fog adni. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Gábornak a értékelést, és akkor következzenek az eredmények. 2019-ben ugye szilvapálnak a 40 nevezésének, ezt ahogy elhangzott, bronzérmet nyert Szánta Imre 2018 évben elkészített pálinkája, gratulálunk! Szintén bronzérmesnek Hegedűs Csaba 2018-as szilvapálinkája, gratulálunk neki is! Mindenkit természetesen visszavárunk következő évben is versenyezni. Szintén bronzérmes Parócai József 2018-as szilvapálinkája, neki is gratulálunk. Visszatérő versenyző. Szintén bronzérmes Tatár István 2019-es szilvapálinkája, gratulálunk neki is. Szintén bronzérmes Gyulai László 2018-as pálinkája. Gratulálunk! Szintén bronzérmes Lapatinszki Sándor 2018 évi szilva pálinkája. Fogadjék szépen mindenki a zsűri gratulációját. Köszönjük szépen, visszavárunk jövőre is. Szintén bronzérmes Kovács Imre 2018 évi szilvapálinkája. Az olyan messzire mentél tőle, nem tudom, a szilva nem tudom. A szilva az itt van is. Gratulálok, parancsolj. Kérek, fogad a zsűri gratulációját. Bronzérmesnek Lehocki Jánosné 2018 évi szilvapálinkája. Köszönjük szépen! Gratulálunk! Én fogadjam a zsűri gratulációt. Végül, de utolsó sorban bronzérmesnek Süvegesné Bolla Szilvia 2018 évi Szilva pálinkája, gratulálunk! Kérem, fogadjam a zsűri gratulációt. És ahogy elhangzott, egyetlen ezüstérmesünk van ebben az esztendőben. Major József 2018 évi Szilva pálinkája lett ezüstérmes. Nem tudom, hogy Major József van-e. És akkor nincs más hátra, amit úgy gondolom mindenki legjobban szokott várni, hogy vajon ki nyerte meg a Vándor kupát. Ugye azért fontos, hogy elmondtam, mert ha valakinek harmadjára kerül fel a neve a Vándor kupára, akkor az elviheti. És ugye vannak olyan nevek, Kovács Imre,
Klimaj Pál, Jászlóczky Tibor, akinek a neve már bizony kétszer rajta van ezen a vándorkupán. Nos, ebben az évben ettől a vándorkupától megszabadulunk, mert hogy Jászlóczky Tibor harmadszor nyert meg!